estét kívánok május 18-án, hogyha jól tudom, csütörtökön este, ez itt az Esti Mérleg, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Nem mindennapi dolog, illetve nem minden hetes dolog lesz itt Székesfehérváron, nyári egyetemre készülünk, és ez a városban még ilyen azt hiszem, hogy nem volt, főleg olyan jellegű, amit a Corvinus Egyetem szervezett mi nekünk, a székesfehérvári fiataloknak, és természetesen azoknak, akik érdeklődnek, pontosan ezért a mai vendégeink a Corvinus Egyetemre jöttek, méghozzá a Magatartás Tudományi és Kommunikáció Elméleti Intézettől. Igazgatóját köszöntöm a stúdiómban, Acél Petrát, illetve a program vezetőjét is, egyben docens a ugyanezen a kimondhatatlan nevű intézetben, Veszelszky Ágnes. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én már mindjárt az elején egy kicsikét zavarba voltam, mert nyári egyetem, most valljuk meg őszintén, a fiatalok azt várják, alig várják, hogy végre ne legyen már tanulnivaló. Természetesen egy nyári egyetem az nem egészen erről szól. Miről is szól a nyári egyetem, ami majd most lesz június 12-13-ig. Szóval ne is hívjuk nyári, felejtsük is el a nyári egyetem, hívjuk a becsületes nevén, az pedig az, hogy Corvinus Tudástőzsde. Egy olyan gondolat és egy olyan program valósul most meg, ami azt gondolom, hogy országosan egyedülálló, és mi nagyon örülünk annak, hogy a nemzet történelmi fővárosában próbálhatjuk ki először ezt a gondolatot, amit többek között Veszelszky Ágnes kolléganőm ötlött ki, és terveztek meg többen. Szóval a dolog lényege az, hogy mi abból indulunk ki, hogy egy egyetemi tanulmány, vagy a továbbtanulás, vagy a pályánk, az nem 18 évesen kezdődik el, de biztos, hogy nem 23 évesen, sokkal hamarabb, mint ahogy a munkára való nevelést, a tudás világában való részvételre nevelést is jóval hamarabb kezdjük meg. Ugye megkezdhetjük az iskolába is, ahol az órákon azt mondjuk, hogy tanulj ezt, azt, amazt, meg megkezdhetjük akkor is, amikor a szabadidőbe a gyerekeinkkel, a fiatalokkal elkezdünk érdekes, aktuális kérdések kapcsán tudásszerző módon beszélgetni. Hát ez a tudástőzsde, ez az egy-egy napból álló program ezt szolgálja. Mi abból indulunk ki, hogy és azt reméljük, hogy ezt az adást is több pedagógus és több szülő nézi, hogy azt fogják látni, hogy a nyár előtt, nem sokkal a nyári szünidő előtti nagy kilövés előtt, még van arra kedvés idő, hogy egy napot velünk töltsenek a gyerekek és a tanáraik, roppant izgalmas előadásokat hallgassanak végig, de erről majd még később úgy is beszélgetünk, utána játszanak, utána válaszolgassanak, utána versengjenek egy kicsit, és rájöjjenek, hogy lehet, hogy már 13 évesen sejtem, hogy vannak Magyarországon jó egyetemek, hogy itt Fehérváron is vannak jó egyetemek, és hogy tudni érdemes. Ez nagyon nagy vonalakban ez a cél. Tehát akkor ezek szerint nem egyszerűen egy egyetemet kell elképzelni, ahol tanulnak a srácok, a fiatalok, mert én azt hiszem, hogy a fiatalokat próbálják meg oda vonzani, illetve a fiataloknak egy normát szeretnének legalábbis az én feltételeim szerint állítani ahhoz, hogy a tudástőzsde működésbe jöjjön. Valóban nem egyetemet szeretnénk itt a diákoknak adni, viszont bepillantást szeretnénk nekik nyújtani az egyetemi életbe. A négy napos rendezvényen, amely június 12-től 15-ig tart, hétfőtől csütörtökig, ez az utolsó hete az iskolai tanévnek. Ezen a négy napos rendezvényen lesznek előadások, interaktív előadások, lesznek gyakorlati foglalkozások, és lesznek műhely foglalkozások is, amelyeket az egyetemünknek a legkiemelkedőbb, legkiválóbb oktatói fognak tartani. Itt ezt a legkiemelkedőbbet és a legkiválóbbat nagyon-nagyon magabiztosan tudom hangsúlyozni, hiszen a hallgatóink értékelései alapján választottuk ki azokat az oktatókat. Jól tetszik mondani. A hallgatók besegítenek ebbe? Mert azt hiszem, hogy az igen fontos dolog, hogy a hallgatók eddigi, ez az első ilyen szabad egyetem, legalábbis itt Székesfehérváron. Az egész országban az első, ezt muszáj hangsúlyozni, hogy nekünk is új és innováció a program is, meg a szerkezete is. De nem akkor történt-e, szondáztatás a hallgatók között, a Corvinusos hallgatók között? Egyértelműen ebből indultunk ki, ez volt a program összeállításának az első lépése, hogy megkérdeztük a hallgatóinkat, illetve figyelembe vettük a szokásos online hallgatói véleményezési fórumot is, hogy mely oktatókat javasolnák erre a programra, kik lennének azok, akik leginkább tudnák képviselni az egyetemünket, a Budapesti Corvinus Egyetemet, a székesfehérvári és környéki fiatalok számára. És azért hogy szóljam tovább itt a szót azzal, hogy ez azért is fontos, mert mi tizenéves középiskolásoknak, igazi gyerekeknek, hát ezt talán most a szülők meg a pedagógusok előtt lehet ilyen szavakat mondani,
Szóval mi nem 20 éves, már sok mindent kipróbált, meg átélt, sokféle órán ülő fiatalokat várunk most, hanem azt a gyereket, aki nagyon várja a szünidőt, és lehetséges, hogy nem úgy képzeli el a szünidőhöz legközelebb eső napot, hogy végüli egy egyetemi órán. Tehát pontosan azt céloztuk meg, hogy ezek az egészen, hogy mondjam, tizedikesek, tizenegyedikesek, tehát akik még úgy az érettségire már gondolnak, de nem nagyon, ők is jól érezzék magukat. Ehhez viszont tényleg olyan előadásmód kell, ami ugye ennek a korosztálynak nem lehet hazudni. Tehát nem fog udvariaskodni egy tudástőzsde keretében, hogy jaj, de izgalmas, pedig nem is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont volt. Valószínűleg tartom, hogy a környezet is fontos, úgyhogy azt mindjárt meg is kérdezném. Annál is inkább, mert néztem, hogy a programban majdnem mindenhol ott van az a szó, hogy játék. Tehát úgy fognak hallgatni dolgokat, sőt interaktív, tehát ennek megfelelő részt is vesznek benne, hogy közben játszanak. Így van. 45 és 90 perces foglalkozások lesznek. A 45 perces foglalkozások igazodnak a tanrendi foglalkozásoknak az időkeretéhez. A 90 perces foglalkozások viszont kifejezetten műhely jellegűek lesznek, ahol akár virtuális, akár tényleges kézzelfogható produktumot is létrehozhatnak a diákok. Például belekóstolhatnak a filmkészítésnek a rejtelmeibe. Szó lesz arról is, hogy mit lehet szeretni a matematikában. Ugye ez egy gyakori kérdés lehet, és például egy műhely foglalkozás keretében ezt a kérdést is meg fogják tudni vizsgálni. Ami szerintem a program kapcsán még fontos lehet, egyrészt a tantárgyi koncentráció, tehát kapcsolódnak ezek az előadások valamennyire, annyira, amennyire ezt az utolsó iskolai héten még meg lehet tenni a tantárgyakhoz, matematikához, magyar nyelv és irodalomhoz, média ismeretekhez, történelemhez, ennek kapcsán a szociológiához. Másrészt pedig gyakorlati ismereteket is szeretnénk a hallgatóknak, a hallgatóinknak átadni ilyen módon. Tehát mindennapi kérdésekről is szó lesz, kapcsolati kommunikációról, párkapcsolati kommunikációról, kattintásvadász oldalakról, mire kell vigyázni esetleg a manipuláció, média manipuláció kapcsán, mit lehet tudni most az EU-ról, az Európai Unióról. Ezek azok a témák, amelyeket fel fogunk vetni ezekben az előadásokban és gyakorlatokban. Ja, ugye mi az elején mondtam, hogy jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy vajon nem ijed-e meg egy gyerek akkor, hogyha már megint valamilyen fajta tanulás. Most már valószínűleg kezdenek megnyugodni, legalábbis a szülők kezdenek megnyugodni, nem egészen erről van szó, de matematika játék, szociológia játék. Lehet ezekkel játszani úgy, hogy az a gyerekek számára tényleg olyan legyen, ami kapukat nyit ki, hogy azt mondja, hogy igen, én nekem van egy pályám, most már így lesz egy pályám. Szerintem csak az az igazi tudás, amit könnyedén is át lehet adni. Az a legmélyebb tudás, amit egyszerűen is át lehet adni. Egyébként minden csak fölösleges bonyolítás lenne, úgyhogy mi nagyon biztosak vagyunk abban, hogy itt nem csak egyszerűen jól fognak szórakozni, hanem egy kicsit megérzik azt, hogy mi a jelentősége a mai világban annak, hogy tudni. Azért ne egymás között vagyunk, ugye egy ilyen műsorban, meg a szülőkkel, meg a pedagógusokkal, szóval ezek a gyerekek egy komoly versenyhelyzetre készülhetnek, mire ők a pályaválasztáshoz elérnek. Tudjuk róluk, hogy nem biztos, hogy amit tanulnak, azt fogják dolgozni. Ha nem időben kezdik el értékelni a sokszínű, sokféle, és egyébként készségekkel is kiegészült tudást, akkor bizony valószínű, hogy hiába a kitűnő bizonyítvány, nem az fogja őket igazán továbbvinni. Azt ennek a programnak a kapcsán tényleg szeretnénk nagyon hangsúlyozni, hogy ide Székesfehérvárra találtuk ezt ki. A Corvinusnak nagyon fontos ez a kampusz, szeretnénk, ha fizikailag is a fiatalok eljönnének arra a helyre, mert ugye a helynek is van szelleme, megismernék, hogy hol van az egyetem, megszoknák, hogy Székesfehérvár egyetemi város, és azt is szeretnénk, hogyha ezzel az üzenettel megtalálnánk a tanáraikat. Mert azért valljuk be, az iskolahét utolsó időszak, vagy iskolai év utolsó hetén nagy valószínűséggel nem a gyerekek fognak kiesni a padból, hogy tanárnő, kérem, menjünk el a Corvinus tudástőzsdére, hanem azt reméljük, hogy a tanár most meghallja, hogy még erre van mód, még lehet könnyedén, de tartalmasan eltölteni a szünidő előtt egy ilyen ajándéknapot. Vannak is még helyeink, tehát várunk még jelentkező, bár egy-egy nap már betelt. Tehát azt várjuk és azt kérjük. Ezek szerint már elkezdődött a jelentkezés? Hogyne, hát ugye ez pláne a tanév miatt ez egy rendkívül fontos kérdés. Hát egy tanár azért körülbelül ilyenkor már sejti, hogy mit csinál a tanév utolsó hetében, és azt reméljük, hogy most még eszébe jut ez is. Tehát, hogy például hétfőre
például, hogy is van Ági, csütörtökre? Csütörtökre, még főleg csütörtökre, még több helyünk van, tehát mi nagyon reméljük, hogy meghallja az itt dolgozó, itt gondolkodó pedagógus is ebben a lehetőséget. És mi a tanárokat is nagyon várjuk. Tehát mi azt reméljük, hogy ők is a Corvinusban meglátják a saját munkájuknak egy lehetséges továbbvitelét. Egy pár szót a helyszínről, hogy hol lesz ez, azért ezt valószínűleg nem rossz, hogyha tudják. Feltételezhetően a Corvinus Székesfehérvári kampuszán lesz, de azért mondjuk el, hogy az merre van. Az lesz, a Budai út 43. Bent lesz az egyetem épületében, igaz? Van-e valami különlegessége a telepnek, vagy pedig egyszerűen hétköznapi előadó termekről van szó, a hétköznapi alatt természetesen az egyetemi tértem. Ilyeneket mi nem mondunk, hogy azok nagyon szuper előadó igen, termek, az meg ugyanakkor ott egy gyönyörű zöld terület is van, tehát oda is kerülnek majd ki játékok, tehát belakják ott majd a gyerekek mind az épületet, mint pedig a külső teret, tehát azt reméljük, hogy egy-egy nap százas nagyságrendben találkozhatunk velük, úgyhogy ott ha úgy kérdezi, hogy valami nagyon csili-vili hologramos vetítés lesz, a jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy nem, és ez tudatos. Azt szeretnénk, hogyha a tudásról beszélgetnénk. Tehát, hogy és a tudást gyarapítanánk együtt közösen, nagyon korszerű ismeretekkel, és aztán menjenek haza és alkalmazzák, akár otthon az okostelefonjukon is, de mi itt nem elkápráztatni szeretnénk a gyerekeket, hanem együtt dolgozni velük. Ágnes, akkor tudna nekünk segíteni abban, hogy milyen programok lesznek, vagy beszélhetünk-e egyáltalán ezekről a programokról? Végig szaladhatunk-e a napokon, azért, hogy szerintem ezzel is többet tudunk meg. Ja, itt van, megvan. Van egy ilyen, hogy a hétfői nap, igaz? Gazdasági játék, ahogy elnézem, két tételben lesz. Van-e jelentősége? Nyilván, hogy van jelentősége az előadóknak, illetve például a gazdasági játékon belül a témáknak. Azért néztem az oldalra, nyilván ne fussunk ki az időből, de pár szót lehetne erről szólni. Természetesen. Minden előadó kötődik a Corvinushoz, vagy a Corvinusnak az oktatója, vagy külső óraadója a Corvinusnak, illetve éppen a kiemelt gazdasági játéknál volt Corvinusos hallgatók térnek vissza az egyetemre, és tartják meg ezt a döntésszimulációs játékot, amely egy sajátos játékformát jelent, és igénybe fogja venni ezt a teljes délelőtti időszakot, és kipróbálhatják a diákok, hogy milyen egy gazdasági döntést meghozni, csupán játékos formában, és ezáltal betekintést kaphatnak abba is, hogy egy közgazdász miképpen dolgozik a valóságban, miképpen dolgozik a gyakorlatban. És esetleg este már a zseppénz kapcsán ki is próbálhatják otthon, amit tanultak, ugye, hogy szerzik meg a vakációra a fagyi pénzt. Tehát, hogy azért azt reméljük, hogy aztán próbálkoznak így gondolkodni. Kedden matematika játék, ez az, amit én leginkább láttam, mert ezt lapoztam fel magamnak legelőször. A matematikától én mondjuk nem féltem, hiszen matematika tagozatos voltam annak idején, még 1000 évvel ezelőtt. Én szerettem, de azt tudtam, hogy a környezetem az ott szenved, főleg a lányok, elnézést kérek. Szerintem a lányok is szeretik a matematikát, csak nem tudják, mert túl sok ilyesmit hallanak, amit most ön elmondott, hogy a lányok nem szól. Reméljük, itt meggyőzzük őket, hogy szeretik ők, csak még nem vették jó, nyilván észre. Nem szeretném a nemek közti ellentétet kiélezni. Lesz szó például sportközgazdaságtanról. Meg fogja nézni az egyik előadónk, Cristiano Ronaldo és Hosszú Katinka példáján, hogy hogyan is működik a sport, és annak milyen gazdasági vonatkozásai vannak. Szerintem ezeket is érdemes kiemelni. Hát, hogy a Fehérvári sportmárkákról direkt lesz szó, hiszen Fehérvár olyan erős sportban és sportklubokban, hogy erről külön lesz szó. Tehát, kifejezetten fehérváriakra szabjuk ezeket az előadásokat, hiszen ezek a témák is megjelennek explicit módon ebben az előadás sorozatban. Szociológia, szerdán. Így van, társasjátékok, hiszen azt még nem említettük, hogy az egész 4 napnak a koncepcióját, ötletét 2 kulcsszóra építettük föl, ez a 2 kulcsszó pedig a kapcsolat és a hálózat. És a szociológiában, a társadalom vizsgálatában a kapcsolatok és a hálózatok kiemelt szerepet játszanak, ezt fogják megvizsgálni a diákok egy játékos formában. Filmes játék, én szerintem ez az, amit mindenkit beindít. Talán éppen Petra említette, hogy csütörtöki nap az, ahol már tele vannak? Vagy nem, a csütörtökön vannak? Még nem vagyunk még tele, tehát hogy ott vannak még szabad helyek. Filmes játékok, itt filmkészítés játékokról van szó, tehát filmeket készítenek a gyerekek?
Így van, egyrészt meg fogják nézni, hogy milyen filmes trükkök vannak, milyen filmkészítési technikák vannak, és utána ezt ki is tudják próbálni a gyakorlatban, tehát azonnal, hogy csúnyán mondjam, apró pénzre tudják váltani a gyorsan megszerzett tudásukat, és bízom benne, hogy ezeket a produktumokat be is tudjuk mutatni a Corvinus Tudástőzsde utolsó napján záró. És akkor itt a technika is a közelükbe kerül, ugye, mert ezt a korosztályt kimondottan izgatja. Hát ez biztos, hogy így van. Egyébként hogy lehetne, így van. Én láttam egy olyat, amit most valószínűleg rosszul lapozok, de önök ezt tudják, hogy Facebook, illetve közösségi portálok használata, meg összevetése, meg ilyen. Én ezt akkor olvastam, most nem tudom, merre van, de ilyen szempontból nincs. Az éppen az én előadásom sikerült. Az én előadása, és én bennem az vetődött fel azonnal, hogy itt nem fordítva működik, ez a korosztály tanítja esetleg az egyetemistákat, illetve az egyetemen oktatókat. A kezelésben elképzelhető, hogy tudnak olyan trükköket a diákok, amelyek újak lehetnek akár az oktatóknak is. Viszont hogyha ezekre a technikákra, a közösségi oldalakra tudatosan tekintünk rá, akkor azt hiszem, hogy még mindig azok a bizonyos digitális bevándorlók, akik tanítják a digitális benszülötteket, tehát bízom benne, hogy fogjuk tudni ezeket a technikákat elemezni, és külső szempontból is rátekinteni erre a témakörre. Tehát akkor én már látom nagyon határozott, hogy ettől nem fél. Nem, ettől semmiképpen nem tartok. Ettől egyáltalán. Ön viszont kimondottan, Petra kimondottan szakértője ennek a területnek, legalábbis ami a média megközelítését jelenti. Idősebb vagyok, mint a kolléganőm, és még mindig bízom abban, hogy talán van mit tanítani. Igen, de valahol ott van az ön tudásában a kutatás az, hogy hogyan lehet hasznosítani ezeket a dolgokat. Én, az abszolút laikus, én megmondom őszintén, szinte sehogy nem tudom hasznosítani, de látom a saját fiatal munkatársaimat, akik viszont hatalmas lépéseket tesznek előre, akik a médiában dolgoznak. Én nagyon lassú és nagyon nehézkes vagyok ebben. Viszont a matematikához ért. Úgyhogy ez is valami, és azért azt valljuk be, hogy a mai világban nem baj, ha a generációk egy picit más tudnak. Ahhoz, hogy a kultúránk, meg a hozzáértésünk folytonos legyen, hogy legyen mit egymásnak adni, ahhoz az kell, hogy egy icipicit különbözzön a felkészültségünk is. Tehát amit mi hozzá tudunk tenni, vagy a mi generáció, most Ágnesről nem beszélek, mert ő egyel odébb van, azért azt gondolom, hogy valóban az is érdekes. És különösen a médiaértés, a tudatos vagy felelős média használat, a menedzser szemléletű közösségi média használat, azok a reflexiók fontosak, amelyek ebben a korban még nincsenek meg mindig. Egyébként a mi generációnkban se. Tehát azt kell mondjam, hogy ebben az értelemben jó lesz ott tudni a tanárokat is, és közösen gondolkodni például a Facebookról, a közösségi médiáról vagy az internetről. És hogyha már emlegetjük a Facebookot, akkor hadd mondjam el, hogy a Facebookon fönt szerepel a programunk, Corvinus Tudástőzsde 2017 címen meg lehet ezt találni, és ezen az esemény oldalon el lehet érni azt a linket, amelyen regisztrálni lehet, hiszen kérjük a tanárkísérőket, a diákcsoportok tanárkísérőit, hogy regisztráljanak a programra, hogy pontosan tudjunk számítani a vendégeinkre, milyen létszámban fognak megjelenni. Pontosan vegyék meg a jövőjük részvényeit nálunk, jó? És hozzá kell erre a tudástőzsdének. A tudástőzsdének a részvényeit. Csak ott lehet egyébként regisztrálni, vagy van ennek más módja is? Azt kérjük, hogy elsődlegesen ezen az oldalon, ezen az online űrlapon regisztráljanak, de hogyha ez nem megy, akkor megtalálhatnak minket is személyesen. Mi? Tehát a Budai 43-ban egyébként ott van nyitva, vannak az irodáink, ott szeretettel látnak bárkit, további információhoz is juthatnak, tehát aki ezt a fajta megkeresést jobban kedveli, nyitva állunk. Ha már nyitva állnak azok a bizonyos kapuk, meg kell, hogy kérdezzem itt a vége felé, hogy a Corvinus Egyetem kinyitotta a kapuit a Székesfehérvár felé. Volt-e erre egyébként nem csak a jelentkezésekkel kapcsolatban segítség vagy fogadóképes közösség? Maga Székesfehérvár, akár a város is ezt fogadta-e valamilyen formában? Azt gondoljuk, hogy páratlan jó benyomásokat és tapasztalatokat és együttműködést tapasztalunk a város részéről. Azt látjuk, hogy Fehérvár polgárai felébrednek, észreveszik a Corvinust itt, számolni kezdenek vele az aggodalmaikat arra vonatkozóan, hogy ugye ez egy köztudottan erős egyetem, sikerült talán leküzdenünk, és arra biztatni minden kiváló itteni pedagógust, szülőt, diákot, hogy számoljon a Corvinusszal, itt van a közelben. Mi szeretünk itt lenni, és nagyon hosszú távra tervezünk.
mert kimondhatjuk, ugye nagyon erős egyetem, de félni nem kell tőle. Ez így van. Köszönöm szépen Acél Petrának és Veszelszky Ágnesnek, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Még egyszer nem fogom elmondani ezt a hosszú nevű intézetet. Pedig olyan szép. Igen, köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.